Személyes tapasztalatom, nekem viszonylag sok van a spirituális választerápiával kapcsolatban, nagyon sokat szoktam ezt alkalmazni, meg nagyon sokféleképpen. És volt olyan például, hogy az ujjamon volt szemölcs, és egyszer letisztítottam, és leesett másnap. Tényleg, tehát hogyha nem velem történik, nem hiszem el, tehát azért én szkeptikus vagyok. Volt ilyen, aztán volt olyan, hogy volt rajtam szemölcs, az Istennek se esett le. Hiába esvétéztem rá, tehát nagyon sok mindenre jó. Volt olyan, hogy gyulladás elmúlt fél óra alatt, volt olyan, hogy fájdalom elmúlt fél óra alatt, de nem csak nekem, hanem nyilván a pácienseknek is. Tehát vannak olyan dolgok, amikben az SVT tényleg nagyon hatékony. Én azt gondolom, hogy ehhez kell az, hogy az ember meg is érjen arra a szituációra, tehát hogy engedje a rendszer, hogy te menj gyógyulj. Értem. És akkor az SVT nagyon-nagyon gyorsan tud ezen javítani, vagy az állapoton javítani. Olyan, hogy nem hatékony, olyan nem volt. Vannak olyan kérdéskörök, amiket előszeretettel szoktak emberek elővenni. Én nem tartom szerencsésnek ezeket a bőségtisztításokat személy szerint. Ez mit jelent egyébként? Ez azt jelenti, hogy legyen pénzem. Ja, értem. Aha. Én ezt egyszerűen nem tartom szerencsésnek. Én azt gondolom, hogy a spirituális energiák, az égi energiák, azért égi energiák, mert nem földiek, pont. A pénz az matéria. Tehát ahhoz sokkal inkább materiális energiákat kell megmozgatni, mint spirituálisat. Ez ugyanaz, mint a fogyjak le. Le lehet tisztítani a hozzátartozó lélekprogramozást, le lehet tisztítani a hozzátartozó blokkokat, ettől még az ember nem fogy le. Tehát ettől még ugyanúgy kevesebbet kell lenni. Persze, lehet javítani az emésztést. Tényleg nagyon sok mindent lehet csinálni. De alapvetően én személy szerint ebből a két szememmel nem láttam olyat, aki ezt megcsinálta. Ez nem azt jelenti, hogy nincs. Persze. Én ilyet nem láttam. Amire még nagyon-nagyon jó, amit én nagyon szeretek az SVT-ben, az a spirituális része. Az egy dolog, hogy önismeret, de nekem a képességeimet tudja nagyon nyitni. Tehát az, ugye az SVT avval kezdődik, hogy összekapcsolódunk a felső énünkkel, ami a lelkünknek az a része, amelyik nincs a testünkben. Nyilvánvaló, hogy az ember ilyenkor bekerül egy csatornába, egy olyan energetikai csatornába, amiben ő tisztul. Ebben a csatornában ülve sokszor sokkal érzékenyebb tudok lenni, mint amúgy. És ez tényleg nagyon sok mindenre rá tud segíteni. Nagyon sokszor meditációkat is úgy vezetek, hogy közben fölkészülök SVT-vel, és ott van nálam az inga, és avval ellenőrzöm, hogy lélekszinten megtörténik az a változás, amire szükség van. Tehát ezekre nagyon-nagyon hatékonynak tartom, és nagyon szeretem alkalmazni. Meg én egy kicsit keverem is a többi módszerrel. Tehát ugye én abból indulok ki, számomra teljesen mindegy, hogy egy adott páciens mitől gyógyul meg. Nekem az a fontos, hogy meggyógyuljon. Ha ez attól van, hogy ráteszem a kezem, és ő azt mondja, hogy Úristen, és meggyógyul, nagyon boldog vagyok. Ha attól van, hogy lesvétézem, és azt mondja, hogy Úristen, és meggyógyul, nagyon boldog vagyok. Ha attól van, hogy bebeszéli magának, hogy ő jól van, és jól van, nagyon boldog vagyok. És ezért mondom azt, hogy az SVT-nek is megvannak a maga korlátai, de abban biztos vagyok, hogy spirituális szempontból egy nagyon jó eszköz. Nagyon hatékony, nagyon mély, ugyanúgy, mint a legtöbb spirituális módszer, a terapeután múlik, hogy mennyire mély. Tehát igazából mindig az eszközt használó emberen múlik, hogy mennyire mélyen tudja ezt az egészet működtetni. De hát megint csak ugyanazt a hasonlatot tudom felhozni, hogy nyilvánvalóan egy informatikusnak a számítógépe sokkal jobban működik, mint egy laikusnak a számítógépe, mert egyszerűen érti, hogy melyik gomb mire való.